Óbecse község a Tartományi Tudományos és Technológiai Fejlesztési Titkárságtól 17 ezer euró értékű trafóállomást kapott, amelyet a tervek szerint jövőre helyeznek el a Botra szeméttelepen. A Tiszamente Óbecse Kft. Már 3 évvel ezelőtt kérvényezte a villamosenergia ellátás fejlesztését a szeméttelepen, ami lehetővé tenni, hogy a vállalat zavartalanul végezze munkáját, nyilatkozta Fejes Zoltán, a vállalat igazgatója. Ugyanakkor hozzátette, hogy már folyamatban van a projekt dokumentáció kidolgozása, amelynek megvalósítására a Tiszamente Óbecse Kft. 6 millió dinárt biztosít a saját költségvetéséből. Kaptunk egy trafóállomást, mint amilyen Péter révén is, amit a Csík folyónál helyeztek ki. Ahhoz, hogy ezt a trafóállomást kihelyezzük, az egykori KTC üzlettől a szeméttelepen elhelyezett állomásig kell majd magas feszültségű föld alatti kábeleket elhelyezni. Ezt a Kft. Finanszírozza a projekt dokumentáció kidolgozásától, a kataszteri térképbe való berajzoláson át a kivitelezésig. A tervek szerint megközelítőleg ekkora pénzeszközre lesz szükségünk. Ezt a munkálatot az Elektrovojvodina végzi majd. A szeméttelepen a nemrég kiépült csarnok mellett egy fedett részt is kialakítottak, amely a másodlagos szemét tárolására és szétválogatására lesz használva. A barátainkon keresztül kaptunk támogatást, használt paneleket fogunk felhasználni a másodlagos hulladék lefedésére, és ezekkel fogjuk körbezárni a termet is, hogy szélvédett legyen. Ezzel a feldolgozandó papír és karton hulladék minőségét is megőrizzük, mert már nem fognak megázni. A 2020-as tervek között szerepel a másodlagos hulladék tárolására szolgáló új konténerek beszerzése is. Az igazgató elmondása szerint a belgrádi Ecostar Pack cég 1000 konténert adományoz a vállalatnak erre a célra. Ez a vállalat kész arra, hogy befektessen, és az elkövetkező 2 évben a Tiszamente Kft. Számára ingyen biztosítson 1000 tárolót a másodlagos hulladék számára. Ezzel csökkentenénk a zsákok vásárlása miatti kiadásokat, és a polgárok számára is megkönnyítenénk a másodlagos hulladék tárolását, mert nem kell majd tovább 2 héten át gyűjtögetniük otthonukba. Ezek a tárolók a közterületeken lesznek kihelyezve. A több mint 1000 tároló megközelítőleg 26 millió dinárt tesz ki. A 2 évvel ezelőtti támogatás mellett, amelyet az új kamion beszerzésére fordítottunk, most újabb támogatást kaptunk, mert felismerték a cég tevékenységének jelentőségét. A Kft. Az év végéig 100 tárolót vesz át, jövőre 500-at, 2021-ben pedig további 400-tól 500 darabot. A tervek szerint minden 10 háztartásra jut majd egy konténer a másodlagos hulladék tárolására. A tömbházak területén is elhelyezünk újabb tárolókat, fémtárolókat is be kell szereznünk, amelyek a rendezvények során lehetnek szükségesek, vagy az építkezési hulladék raktározására. De néhány fémtárolót a tömbházak területén is ki szeretnénk helyezni, hogy azok, akik szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, ebbe tárolják a hamut, mivel már többször megesett, hogy felgyulladtak a konténerek. Valószínűleg a szemét elhordásának a tarifája is változni fog jövőre. 2019 folyamán nem emeltük a szolgáltatás díját annak ellenére, hogy az üzemanyag, a felszerelés és minden más drágult az utóbbi időben.